Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Sportklubok számára is ideális ez a környezet. A futballpályák közelsége és a hotel felszereltsége egyaránt támogatja a csapatok felkészülését és a nyugodt pihenést. A szálloda étterme ízletes és bőséges ételekkel készül minden alkalomra. Girmó Sport és Wellness Hotel Győrben, közvetlenül az Alkofer stadion mellett. Hát az Ikaruszba kezdtem a pályafutásomat, 8-9 évesen, talán onnan kerültem az MTK-hoz, ott voltam 2,5 évet, utána Újpesten töltöttem 4 évet, talán kerültem át a Fejl fociba, a Liváncsán játszottam tavaly 1 évet, ahol B3-as bajnok lettünk, és úgy kerültem ide. Ez egy óriási siker volt az Liváncsának, hogy gyakorlatilag ott Gyirmót, illetve a Ferencváros ellen is nagyon sok néző előtt nagyon jó eredményt érte? Igen, ez ott mindenkinek egy hatalmas élmény és egy örök emlék marad, mint hogy a bajnoki cím is, és utána az osztályozó is hiába nem sikerült, az már úgy, hogy szerettük volna, de ez egész szezon egy államszerűen alakult igazából. Ezek az élmények maradnak meg leginkább egy játékos pályafutásból, vagy vannak más momentumok, amik ilyenkor fontosabbak? Hát úgy az egész folyamata, ahogy felépült ott a csapat, a bajnoki cím, az nyilván egy hatalmas dolog volt, de nyilván a Fradi elleni továbbjutás, így mint meghatározó emlék, az örökre ott lesz minden játékos fejében. A csapatnak ugye nem sikerült az NB2, neked viszont igen. Ez neked egy ilyen ambíció volt, hogy mindenképpen te játszol itt a másodosztályban? Mindenképpen ez volt a cél már a előző előtt is, hogy az egy NB3-as év után tudjak osztályt lépni. És örültem is a Gyirmót megkeresésnek, hiszen egy erős NB2-es csapatról van szó, úgyhogy örültem, hogy ide tudtam kerülni. A Gyirmót TV videói a Gyirmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.